Sok szeretettel köszöntöm a zenekar vezetőjét, Sárközi Kleó Józsefet. Üdvözlöm. Egy kuriózum és érdekesség, hogy cigányzenekar vezetője egy klarinét művész, hiszen általában az a megszokott, hogy a prímás a zenekar vezetője. Hogyan született az ötlet? Hát tulajdonképpen ennek a mottoja, a mozgatója az egésznek tulajdonképpen egy ilyen, mondhatnám, hogy nosztalgikus dologra is lehet visszavezetni. Egyrészt az a célom ezzel a műsorral, mi ahogy erre felkértek, és de van egy lehetőség arra, hogy az elmúlt 30 év, amiben dolgoztam ebbe a szakmába és működtem, egyik része az, hogy a fiatal tehetségeket bemutassam, és ez lehetőségem van erre természetesen. És a régi pályakezdő társaimat, akikkel gyerekkorom óta ugye együtt lemezeken, tévébe, vendéglátóipari helyeken együtt tudtam működni. Úgyhogy ez a célja, és az, hogy zenekarvezető, hát nálam ez egy, tulajdonképpen ez egy nonsensnek számít, egy csak erkölcsi motivuma van az egésznek, úgyhogy nincs nagy jelentősége. Mindenki nálam egyforma, sőt, nagyra becsülöm a művésztársaimnak a képességeit és a hozzáállását, és köszönöm mindenkinek. Ha már így említette a zenekart, mutassuk be a zenekart, és árulj el, hogy mikor alakult a zenekar. Hát tulajdonképpen ez egy spontán dolognak is nevezhető az egész szituáció. Mi, a zenekar magja, együtt játszottunk egy Lánchíd mellett lévő hajón. Ma már nem játszunk, mert megszűnt ez a funkció, de távolabbi kilátásaink vannak, külföldre fogunk menni egy turnéra. A többi része a dolognak tulajdonképpen az, hogy a gyerekkori barátaim, akikkel együtt kezdtem, többek között az előbb, aki Gyurikám, légy szíves egy pillanatra. 1963-ban, jól emlékszek, jó a memóriám, megalakult Kecskeméten a híres együttes, és ő volt az alapítottak, Orbán Kálmán is itt van, légy szíves, Kálmán, gyere te is ide. Jóni György vagyok. Ő primás. Orbán Kálmán Brácsás vagyok. Most ő jelenleg hol dolgozol egy pillanat? Kecskeméten, hát mellett egy csárdában igen, játszom ott. Igen, de az életutad neked is egy nagyon ott kezdődött Kecskeméten. Igen, de tulajdonképpen sok dolog összekovácsolt minket a Kálmánnal ugyanúgy. Igen, parancsolja? Hát egy Kecskeméti zenekar ugye az volt a dolog. És utána ugye sokszor együttműködtünk külföldön és itthon is. Szegfű Károly, légy szíves, Karcsikám, gyere ide. Kicsit bonyolult, mert nagy hangszeres. Igen. Szegfű Károly vagyok, csellista. Jelen pillanatban amúgy prímásként működök én is most már közre. Mi ott a dolgokban? Én a gyerekkorunk összekovácsolódott, mert tényleg én csak már, hogy is angyalföldi együttesben ott találkoztam velük először, ez a 67-es évet, azt hiszem, jelöli. És nagyon kellemes gyerekkori emlékek, nagyon hosszú időn keresztül, és csak jót tudok mondani, hogy nagyon szépen éltünk, kellemesen, szerettük egymást. Mondjam azt, hogy nem úgy, mint most. Akkor ez egy jó kis csapat. Lakatos Sándorral is együtt voltunk, Kálmánnal is, ővele is. Most jelenleg Svejcben voltam a Jóni Gyurival, úgyhogy erről ennyit, és én az azért véleményem, hogy a következőkben legyen a szó az énekesé, a nótár, hogy a kedves közönségnek ezzel örömet tudjunk szerint. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen én is.